Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit. És már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, akivel már többször beszélgettünk könyvei kapcsán, melyekben egy valami biztosan közös. Mégpedig az, hogy segíteni szeretne a szülőknek, gyermekeik etetése, fejlődése, betegségei tekintetében. De jelent meg már olyan is, amely személyes történetekkel lopja magát az ember szívébe, és ezen keresztül válik világossá, hogy sokszor elég a gyengéd szeretet és türelem, hogy valamiféle nehézség megoldódjon. Az ország úszó doktornénie tehát sikeres és népszerű, ráadásul csinos, kedves és mindig számíthatnak rá kicsik és nagyok. Nemrég azonban úgy döntött, itt az ideje megosztani a saját kálváriáját is. Több évtizedes evészavarát, annak okait és következményeit, majd démonaitól való elbúcsúzását tárja elénk újabb segítő szándékkal. Mert a jelenség nem ritka, ellenben némán jár közöttünk és bebörtönöz, pedig van belőle kiút. Vendégem ma este dr. Gyarmati Andrea, akiről elsősorban most azt mondom, hogy gyerekorvos, de közben azért ezzel kezdem, mert hogy próbáltam megfogalmazni a te, nem is tudom, titulusodat a saját életedben, de hogy így nem tudom, mit mondjak pontosan. Ha felsorolnám az összes érmedet, meg bajnokságodat, meg nem tudom midet, akkor... Nem jutnék szóhoz. Igen, az meg milyen rossz lenne neked, meg akkor vége lenne a műsoridőnek. Ugyanakkor, mint tőled megtudtam, az olimpikon az a aki valaha részt vett olimpiai játékokon, tehát nincs benne az, hogy egyébként te érmes dobogós vagy, van, amit annyira nem szeretsz, de egyébként meg úgyis innen fogunk indulni, hiszen amiről beszélünk, az majd, hogy nem ide eredeztethető, nem? Azt gondolom, hogy igen. Na, és szóval akkor mit mondunk? Mit mondunk rólunk? Rólam? Gyarmati Andrea. Na. Az például elég stabil. Időnként azon ugyan máshogy is hívtak, néha, amikor férjhez jártam, vagy mentem, akkor volt másik nevem is hozzá, de szerintem az úszó, a gyerekorvos, ez tökre rendben van. Ha tökre rendben van, az, hogy azt mondom, hogy tökre rendben van. Szerintem az van tökre rendben, hogy azt mondtad, hogy a Gyarmati Andrea elég stabil. Az nekem most egyébként ezután a könyv után, amit most a kezembe tartok, és az elmúlt éjszakákat ezzel töltöttem, ezután most bizonyítja azt, hogy te tényleg jól vagy. Én tényleg jól vagyok. És ez azért nagyon jó dolog, és köszönöm neked, hogy beszélhetek itt és most, és bárhol erről a könyvről, mert ez számomra egy nagyon fontos könyv és téma, majd nyilván ki fogunk térni, hogy miért és miért nem. Én tényleg jól vagyok, most már lassacskán 6. éve, de elég hosszú volt az út, amíg jól lettem. És jól voltam abban a bizonyos időszakomban, amikor úsztam, és közben az életemnek voltak olyan periódusai, amik a totális nem jól lét mellett is tökéletesen működtek. Világos, mert hogy egyébként ez egy helyzet volt, vagy egy állapot. De akkor szerintem térjünk rá, oké? Mert hogy a könyv címe, Hányattatásaim, evészavaron innen és túl. És ez egyébként, ha jól emlékszem, egy tavaly megjelent könyv. Tavaly ugyanígy, tehát pont egy éve jött. Igen, pont egy éve volt a bemutatója, igen. Igen. Viszont hosszú munka előzte ezt meg, és még hosszabb életszakasz. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy valaki, aki kifelé, vagyis hát a külvilág szemében ennyire sikeres, mint te, egyszer csak hajlandó a nyilvánosság elé lépni egy olyan függőséggel, ami hosszú éveken keresztül rabságba tartotta, tehát kvázi coming out-tól, és azt engedjék meg a hallgatók, meg te is, hogy elmondjam, hogy nekünk azért van egy közvetlen baráti kapcsolatunk, és én pontosan tudom, hogy te tényleg és valóban azért írtad meg ezt a könyvet, és azért vállaltad ezt, hogy segíts másoknak. Hogy ne kelljen végigmenni azon a poklon, amint te. Igen. Nagyon furcsa... Mégis arra lennék azért elsősorban kíváncsi, hogy jött ez? Tehát az első gondolattól, hogy ezt leírt, egészen a megvalósulásig mind mentél keresztül? A történetnek nagyon sok lába van.
2012-ben megkeresett engem a Saxum kiadó, hogy volna a kedvem Ranspuch tanár úrtól átvenni az ő kérdezfeleleket, és megjelent az első könyvem, és rájöttem, hogy ez valami borzasztó jó dolog, és akkor szépen jöttek sorba a könyvek, akkor lehetett a saját történeteimet. Igen, szépen vezetted be magad, mert először ez a levél, kérdezfelelek, akkor amiben lehetett kívül maradni, de ha akartál, mondhattál személyes sztorit is, és akkor szép lassan. És akkor szépen lassan rájöttem, hogy ez nekem nagyon jó, és hogy ez nekem megy. Az, hogy grafomán vagyok, azt tudtam, az én szakmámban nagyon nagy előny, mert rettentő sok zárójelentést és dekurzust és betegről jelentést, és egyáltalán mit megírni. Azért én vagyok most már olyan régóta orvos, hogy akkoriban még nem nagyon számítógépes világ volt, és most is azért egy csomó minden megy orvosok között így, hogy egymással levelezünk. Tehát ez egy nagy előny volt, hogy nem utálok írni. És egyébként is nem naplóírás, de hát ugye edzésnaplót kellett vezetni, mert az ugye minden élsportolónak nagyon fontos, hogy vissza lehessen nézni, hogy két hónappal ezelőtt, mert ez nem tudom miért olyan fontos, de hát erre úgy ránevelik azokat, akik sportolnak, vagy legalábbis engem ránevelt az élet, és akkor bizonyos olyan történeteket, meg eseményeket, amik az életemben fontosak voltak, azokat úgy leírtam, vagy megírtam valakinek, elküldtem levélbe, hát akkor még nem így ment a levelezés, mint most, hogy másodpercenként váltunk gondolatokat. És akkor azt mondták a Tamásék a Saxumba, hogy hát akkor írd meg ezt. És nagyon tetszett mindenkinek. És amikor megjelent az első gyerekgyógyászat ról szóló könyvem, az a Gyere velem gyógyítani volt, ami kisgyerekes szülőknek úgy képzeltem, hogy hát majd én írok egy magyar Spockot, hát azért nagyon messze volt a Spocktól, de legalábbis használható könyvet kisgyerekes szülőknek. Akkor, mikor kész voltam ezzel, és leadtam az anyagot, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan tovább, mert azt tudtam, hogy ez nagyon jó, hogy írok, és betántorogtam. Karácsony előtt ugye van két olyan hely, ahova gyerekkorom óta nem szabad betérni, mert anyagi csődöt jelent, az egyik a papír és írószer volt, a másik a könyvesbolt. És gyűjtöd a füzeteket, tollakat? És gyűjtöd, de nem, tollakat nem annyira, de szeretem a szépen író tollakat, de nincs. De a füzetek? Füzetekben mindenféle, csíkos írkákban, nem kockásban, csíkosban mindenféle fontos dolgok, amiket innen-onnan elolvastam. Könyvek ki vannak preparálva, alá vannak húzva, ami nagy sértés, de hát ez van. Hát úgy néz, némelyik könyvem úgy néz ki, mint egy egyetemi tankönyv. És bementem a Nyugati téren lévő nagy könyvesboltba, akkor az még működött, és nézgelődtem. És lenéztem a saját könyvem mellé, néztem, hogy hol van az én legutolsó könyvem, mert ugye nem tudom az ember milyen, de én azért szeretem ezeket a dolgokat megnézegetni. És egyszer csak azt láttam, hogy van egy evészavarral kapcsolatos könyve Lukács Lizának, és így kézbe fogtam, és elkezdtem olvasni, és olyan, elkezdett rázni a hideg, hogy ez olyan, mintha rólam írnák. És akkor jött egy ilyen, nem tudom, ötlet, hogy hát én ezt miért nem írom meg? Akkor már nagyjából három éve jól voltam. De nem voltam, tehát volt még egy csomó kérdés bennem, hogy hogyan tovább. Hogyne, értem, tehát még a hátralépés nem történt meg teljesen. Gyakorlatilag attól, hogy elkezdtem írni, lett egy távolságom, amire rá tudtam nézni, és a dolog ma is elég plasztikusan képlékeny. És ma is vannak ilyen rádöbbenéseim, hogy úristen, hát én erre miért nem jöttem rá 30 vagy 25 évvel ezelőtt? Hát ez olyan egyszerű. És akkor el szoktam kezdeni azon gondolkodni, hogy hát azért nem, mert egy, senki nem mondta, és itt az lenne a lényeg, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket meg kéne tanítanunk a gyerekeinknek. Jó, van, akinek nyilván könnyebben megy. De valamilyen szempontból mindannyian esendők vagyunk,
ki jobban, ki kevésbé bizonyos függőségekre. Most, hogy ez internet, társfüggés, dohányzás, alkohol, evészavar. Már az, hogy valakinek zavart az evése. Na most az összes többire azt lehet mondani, hogy na jó, most letettem a cigarettát, és soha többet nem gyújtok rá, de azt nem mondhatod. Na most letettem a kaját, és soha többet nem eszem. Tehát ráadásul, ha belegondolsz, és ez nagyon érdekes volt végigmenni, és egy csomó könyvet olvastam el, vagy rengeteget, mindenféle általam helyek közel bírt nyelveken is, hogy hogyan szövi át az evés az életünket, mert minden nagy eseménynél, karácsonykor, húsvétkor, esküvőn, halottitoron, csak leülünk és eszünk együtt. Hogy miért nem jó egyedül lenni? Hogy ez nem csak egy ésség, hanem sok minden más egyébnek is a kielégítése. És ahogy haladtam a könyvbe, egyre érdekesebb lett, hogy kívülről látom a dolgot. Nagyon érdekes, mert úgy tűnik nekem, hogy tehát azt először is le kell szögeznem, és ezt mondtam is neked, hogy nagyon érdekes élmény az, amikor olvas az ember egy függőségről, és egész egyszerűen nem is tudja elképzelni. Tehát nem tudja elképzelni azokat a démonokat, amelyek ebben részt vesznek, de köszönöm szépen, vannak nekem sajátjaim, tehát hogy magát a jelenséget, illetve a jelenség természetét ismerem, csak ezeket nem. Igen. És így módon, ugye egyébként egy nagyon érdekes megtapasztalás, hogy vajon az én környezetem miért nem érti sok esetben az enyémeket, mert hogyha valakit nem érint meg valamilyen történet, vagy függő. Igen, de azt sem érted nyilván, aki nem csinálta, hogy mi az az agylövés, hogy valaki bemegy reggel 6-kor, és 10-ig egy betonteknőben úszkál föl alá, mint egy kettős. Majd hát még ott azért van egy cél, nem? Azt azért érti az ember, hát ott van egy cél, valamiért dolgozol, egész egyszerűen az lebeg a szemed előtt, és kész, és csinálod. De ez egyáltalán nem így néz ki a mindennapokban, hogy te úgy mész be, hogy körülötted van az olimpiai öt karika, és az lebeg a fejed fölött, mint Simon Templar feje fölött a... Uh-huh. Tehát a mindennapok azok sok kis apró lépésből. Igen, állnak. igen, de hogy nekem az tűnt föl, és lehet, hogy nem jól gondolom, de hogy már jócskán benne voltál ebbe az egész problémakörbe, mire te felismerted, hogy bajban vagy. Tehát egy picit én azt érzem, hogy majd, hogy nem neked természetes volt az, hogy a súlyodra figyelned kell, hogy ezért mindent meg kell tegyél, és hogyha úgy adódik, akkor könnyíts magadon, és így tovább. Tehát, hogy azt, hogy ez egy diszharmonikus működés... Azt én nagyon hamar tudtam, hogy ez nem normális. Mikor tudtad? És minek hatására tudtad? Azt nem tudom neked pontosan megmondani az idejét, hogy mikor tudtam. De ha valami eluralkodik rajtad, és nem... Tehát, ugye most hallottam egy rádióműsort néhány nappal ezelőtt, ahol azt mondta valaki, nem tudom, játékfüggő, hogy ő azért néha lemegy a játékterembe, és nem tudom, játszik valamit, ezt meg én nem értem, hogy abban mi ahogy a jó, nehézse, mert igen. Nem értem. Ami nem jelenti azt, hogy nem fogadom el, hogy ilyen van. De mindaddig, ameddig ő tudja, hogy most én le akarok menni, és játszani akarok, és bármikor abba hagyom, az addig rendben van. Mert nyilván te is vagy hát úgy, hogy sokat eszel, és utána majd megpukkadsz, annyit ettél. Pont nem, de láttam már, na most... Igen, de van ez. Van egy csomó olyan ember, aki azt mondja, hogy ő szeret nagyon sokat enni, és utána kajakómában, nem tudom én... Így tölti a délután. Igen, tehát, hogy az milyen jó, hogy elmegy az agya emészteni, én nekem meg ez soha nem volt jó, és rettenet, nyilván valami a kezdetektől máshogy volt, legalábbis az én életemben, mert nem akkor ettetek, mikor mi nem akkor ettünk. És ettől... Hát ez elég ahhoz, hogy az zavar kerüljen a rendszerbe. Igen, és ráadásul sok-sok kicsi apró dolog volt, ami ma már talán azt is mondanám, hogy olyan
tényleg apróság volt, de én azt nagyon-nagyon komolyan vettem. Tehát az, hogy nyertem-e olimpiát, vagy nem, szomorúság volt, de túl lehetett volna rajta lenni. Az, hogy nem sikerült a házasságunk, most teljesen mindegy, hogy egyedül maradtam egy kisfiúval, hogy oldottam meg az egyetemet, tehát egy csomó olyan, és a gyerekkel való együttlétet. Nyilván én is szívesen otthon maradtam volna 3 évre. Nem lehetett megoldani, mert kellett csinálnom a dolgomat. Tehát ha visszamehetnék az időbe, akkor lenne egy-két dolog, amit nyilván ma máshogy csinálnék, de ezzel mindenki szerintem úgy van, hogy utólag nagyon könnyű megmondani, hogy mit csináltam volna másképp, és egyáltalán nem biztos, hogy az eredménye, vagy végeredménye jobb lett volna. Igen, csak tudod, az én nagyon szeretem ezt az egész történetet, és azt szeretném, ha kiderülne, és azért mondom, nagyon kedves tőled, amit mondtál, hogy van egy külön kapcsolatunk, és ezért te tudod. Mert most nagyon nagy divat coming out-olni. És látom az interneten, a blogokban... Ja, hát neked erre nincs szükséged, hogy divatból coming out. Nem, tehát itt nem a coming out-olás. Tehát én erre a dologra nem vagyok büszke. De nagyon sokszor föltettem a sok-sok év alatt, amíg háborúztam ezzel a történettel. Hol kisebb, hol nagyobb sikerrel, mert voltak hónapok, amik egész jól működtek. Hogy mi a túrót akar ez az egész dolog tőlem? És csak abba tudtam kapaszkodni, hogy nekem ezzel a történettel dolgom van, és a dolgom az, hogy segítsek olyanokon, mert hogy ugye az a dilim, hogy én gyerekorvos vagyok, és segíteni vagyok itt, ezt így nagyjából elég régóta tudom, nem csak orvosilag, hanem egyáltalán, hogy az én feladatom ebben a mostani életemben az az, hogy adni, segíteni, nem tudom. És onnantól kezdve, hogy ezt elkezdtem írni, és elkezdett az egész egy összeállt, egy kerek egészé, miközben rettentesen féltem attól, hogy mit fognak szólni, hogy mi lesz a megítélés, hogy én lekerülök arról az általam nagyon szeretett piedesztáltól, hogy én vagyok az a nem nyertes lány, aki a lánya szomszédból, hogy az angolokat idézzem. Tehát mindenkinek van egy elvesztett olimpiája, csak nincs hozzá. Tehát azt észrevetted, hogy te ebbe a beszélgetésben most már harmadszorra mondod, miközben ezt egyébként szerintem soha senki rajtad kívül nem mondta. Te nem elvesztettél egy aranyat, te nyertél egy ezüstöt. Igen, ehhez nekem nagyjából 30 év kellett, hogy én ezt kimondhassam, és ma már én is így gondolom. De miért? Mert így lettem... Kondicionálva? Így lettem kondicionálva. Azért, mert a szülők aranyérmesek? Nem tudom. Mert így lettem kondicionálva. Ha mindenki olimpiai bajnok körülötted, akkor te is az akarsz lenni, mert imádod őket. Ezt mondjuk megértem. Tehát, ez teljes mértékig megértem. Tehát nyilván egy korom fekete hajú családba a szőke kisfiú nem érti, hogy ő hogy kerül ide. Tehát én voltam a kakuktojás, és miután mindenről kitalálok valami marhasságot, eladtam már valahol, de elmondom itt is, hát ha vannak hallgatók, akik még nem hallották, hogy ez volt az egyetlen módja annak, hogy kilógjak a családomból, és észrevegyenek. Igen, hogy figyeljenek. Na most ez persze nem így van. Világos. Egyébként te éreztél ezzel kapcsolatban, ugye 72-es olimpiáról beszélünk, ugye, München? Igen. Te éreztél ezzel kapcsolatban dühöt, haragot a szüleid? Nem. Soha. Hát csak magam. Akkor? Soha. Tehát ez egy magad által legyártott volt. Tehát, hogy nem, és is ráadásul... nem is dühöt és haragot, tudod, mit mondanék? Ha nagyon pontosan kell meghatározni, bár nem tudom, hogy jövő héten is ugyanezt mondanám-e. Azt éreztem, hogy nem érek annyit. És aztán miután egész sportolói pályafutásom a körül zajlott, hogy plusz súly van rajtam, fogyni kéne, na jó, akkor én most olyan sovány leszek, mint amilyen még senki nem volt a családban. És mire észbe kaptam, addigra túlnőtt, tehát beszippantott az egész. Teljesen értem. Tehát te dühből azt mondtad, hogy na most megcsinálom azt, amit még senki. Igen, hát ugye az én sportágom, ami egy melósportág, úgy válassza ki a klasszisait,
hogyha nincs meg benned egyfajta menni kell, csinálni kell, akarni kell, akkor nem jutsz el a döntőig se. Legalábbis én így gondolom. És akkor én kitaláltam ezt a baromságot, ami baromság, és ahelyett, hogy megkérdeztem volna valakit, aki nálamnál sokkal okosabb, én megoldottam a saját problémámat, és hát iszonyú jó volt, hogy egyszer csak elkezdett mindenki ájuldani. Jaj, de gyönyörű sovány vagy, és végre lefogytál, Anduka, és ez így, így bevitt engem ebbe az egész történetbe, ami hát büszke nem vagyok rá, arra büszke vagyok, hogy kijöttem belőle. Hogyne, lehetsz is. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is dr. Gyarmati Andrea, úszó gyerekorvos. Ezt beszéltük meg, hogy ezt fogom mondani. És a 24.hu-n egyébként az van kiírva a nevem alá, hogy úszó doktor néni. Na, tessék. Úszi doki néni. Akkor nem vagyunk ettől messze. A Hányattatásaim evészavaron innen és túl című könyvet kapcsán beszélgetünk tulajdonképpen rólad, illetve arról a függőségről, jelenségről, ami hosszan megvolt az életedben, egyébként nagyon meg is dolgoztál vele, most már azt mondod, hogy 6 éve jól vagy, és eljutottál oda, hogy a tapasztalataidat meg tudtad osztani, de nem csak a tapasztalataidat, hanem tudsz adni különböző megoldás lehetőségeket, tehát kínálsz mindenfélét az olvasónak, és mindenki kiválaszthatja természetesen azt, ami neki a leginkább komfortos lehet. És ami nagyon érdekes, hogy többször is ki van emelve a könyvbe, vagy többször is találkoztam azzal a megfejtéssel, hogy a lelki háttere az evészavaroknak többnyire az, amikor az ember azt érzi, hogy lehet, hogy nem idézem jól, de amikor az ember azt érzi, hogy nincs beleszólása a saját életébe. És azért érdekes ez, hogy épp te, amikor ugye el is mondtad, hogy veled mi történt, tehát, hogy úgy döntöttél, orvos leszel, elmentél egyetemre, úgy döntöttél, férjhez mész, férjhez mentél, úgy döntöttél, gyereket szültél, amit egyébként ugye a könyvben van is egy pont, ahol olvasható, hogy édesapád ezt kvázi bírálta, vagy felelőtlennek. Azt nem is értem most se, és sose fogom megérteni. Igen, de hogy mégis úgy tűnik, hogy te jártad a saját utadat, és igen, csak te hoztad a döntéseidet, és akkor most az derül ki, hogy nem? Nézd. Vagy az derül ki, hogy te magad előtt is nagyon jól játszottál. Nyilvánvalóan vannak klisék, és nyilvánvalóan, amiket elolvastam, abba próbáltam, vagy próbálom magamat beilleszteni, vagy próbálom pozícionálni saját magamat. Én mindvégig úgy gondoltam, hogy én hozom a döntéseket. A mai fejemmel visszanézve, és azt gondolom, hogy volt egy totális szabadságom látszólag, de azért az én életem, mint minden sportoló élete, azért nagyon, nagyon szűk. Tehát az, hogy én elmegyek egy bulira, vagy az, hogy én ne legyek akkor ágyba, amikor le kell feküdni. Tehát ez egy önként vállalt, de mégiscsak keretek közé szorított élet volt, de egyáltalán nem biztos, hogy ami le van írva, az mindegyik vonatkozik rám is, mert én bizonyos döntéseket tényleg egyedül hoztam meg. Bizonyosakat meg nem. És lehet, hogyha olimpiát nyerek, ha nem válunk el, ha elmegyünk külföldre dolgozni időlegesen, mert én csak időlegesen tudtam volna innen elmenni, és ezt ma is hallom, hogy én nem akartam idegen gyerekeket gyógyítani, hanem én itthon akartam maradni, és itthon akartam dolgozni, és ezt ma is így érzem, akkor lehet, hogy a dolgok máshogy alakulnak. Hát jó, de ha nem válnak el a szüleid, akkor is lehet, hogy másként alakulnak. Igen, de figyelj, volt egy helyzet, ami helyzetben én úgy éreztem, hogy ezzel valamit csinálni kell, mert ez messze túlnőtt rajtam. Hogy ez a gyerekkorom, a szüleim válása, a kvázi sikertelennek kikiáltott, és tehát én vagyok a nagy vesztes, és nem érzem magam vesztesnek. Ki lettem annak kiáltva? Akkor magadra húztad ezt? Mert pont ezt akarom azt megfejteni. Hiszem, hogy igen. Tehát, hiszem, hogy igen, mint ahogy képes vagyok ma is, ez egy alkat. Tehát ha valaki csúnyán szól hozzám, akkor nem azt szoktam gondolni,
És tudom, hogy ez nagyon naív, és a mai világban teljesen nem életre való, hogy biztos rossz napja volt, hát majd elmúlik, hanem hogy vajon én mit hibáztam? Ez körülbelül úgy hangzik nagyon leegyszerűsítve, hogy söpörje a saját portád előtt. Tehát ha valami gondod van bárkivel, akkor manapság így már ilyen fiatalon, mint amennyi most vagyok, először azt szoktam megkérdezni magamtól, hogy vajon ez a történet mit akar megtanítani nekem. Mm-hmm. És nem azért, mert én vagyok a világ közepe, és az egész univerzum engem akar tanítani, hanem mert nekem meg kell találnom azt, hogy milyennek a... Tehát mit lehet ebből pozitívumot kihozni? Értem, amit mondasz. Ez lehet, hogy nagyon zavarosnak hangzik, és aztán azt kell megnézni, ugye van ez a kedvenc, az egyik kedvenc könyvem, van sok kedvenc könyvem, a Vitt hírét az örökké valónak az egyik, és a Vitt hírét az igazaknak. Ez a sorrend. Vitt hírét az igazaknak, és a Vitt hírét az örökké valónak, ahol azt mondja Marlon Morgan, aki ezt a könyvet írta, és akivel az első könyv összes kalandjai megesnek, hogy állj a másik ember lábnyomába. Ez úgy néz ki, hogy az őserdőbe állj vele szembe, és utána cseréljetek kvázi nézőpontot. Hogy én ezt akárhonnan néztem a saját helyzetemet, sehonnan nem láttam azt, hogy ez rendben van. És ahhoz képest, hogy fönn vagy a világ tetején, játsszák neked a himnuszt, szól a nem tudom micsoda, tapsol az egész világ, oda van az országod, a világ, a családod, a nem tudom, a barátaid, egyszer csak nem tudsz megoldani egy olyan dolgot, hogy ne egyél többet, mint kell, akkor egyél, amikor éhes vagy, és akkor hagyd abba, amikor jól laktál. Ez rettenetesen szétveri az önbecsülésedet. Elhiszem, de hagyd kérdezzek valamit tök komolyan, hogy tényleg többet ettél jóval, mint amit kell? Tényleg többet. Mert nem bírom elképzelni. De tényleg többet. Közös étkezéseinkből kiindulva. Jó, mert te már abban a periódusban találkoztál velem, amikor én már jól voltam. Nem, tehát ami már a gyógyulás folyamata. Tehát ezek kb. Ilyen falási rohamok? Igen. Uh-huh. És hihetetlen mennyiség. Ami elnehezít, eltelít, és ami amitől rosszul vagy utána. Igen, és borzalmas, és rettenetes, és undorító, és nem tudom, miket tudok neked mondani, és utána nem érted, hogy miért nem tudsz ez... Tehát miért nincs annyi akaraterőt? Na most ez nem akaraterő. Nem. Tehát itt a probléma, hogy egy rossz vágányra kerültem. Tudod, mikor a bakelit lemezen elakad a tű, és állandóan jártam, pörögtem el körül, kértem segítséget, ettől, attól, amattól, orvos volnék, mindenhol fogadtak, írtóhelyesek voltak, segítettek is. Popper Péter egyszer azt mondta, Jussi, nagyon jó barátok volt, és nagyon büszke vagyok rá, tehát kemcegek is van. Majd, ha egyszer eldöntöd, akkor abba fogod hagyni. És egyszer eldöntöttem, hogy addig megyek, amíg nem találok valakit, aki meglök. És Csernus Imre meglökött. Azt de úgy, mondani, hogy itt elmentél Csernushoz, és ő tulajdonképpen a szemedbe mondta azt, hogy te nem egy sajnálatra méltó valaki vagy, hanem egy önmagával végtelen arrogáns valaki, aki Istent játszik maga fölött, és egyáltalán nem egy ilyen megértő szerepbe tetszelget, hanem így megkérdezte tőled, hogy ez most te mit akarsz mégis. És érdekes. Elmondtam többször neki is, aztán persze sose gondoltam volna, hogy szeretni fogom, nagyon szeretem. Elmondtad neki, hogy utálod? Nem mondtam, mert nem mertem. Hát szóval... Leírtad. Többször leírtad. Hogy... Mi volt az, ami miatt, mondjuk, Isten óvjon attól, hogy most itt Csernus Imre méltatásába kezdjünk, de mi volt az, ami miatt ő megengedhette magának nem tudom, ezt a hangnemet veled kapcsolatba? Én azt gondolom, sose kérdeztem, azt gondolom, hogy ő is megjárta a maga poklait. Valószínű. Talán tudom is, de nincs nekem el. Tehát mindegy. Erről egyszer majd őt megkérdezik. Igen. Hogy... Tudod, a dallam azonos, a szöveg más, vagy a szöveg azonos, a dallam más. És valószínűleg ezt egyébként ő jól látta, hogy ezt megtehetett. És érdekes módon egy borzasztó, tehát miközben fölmosta velem a igen.
A várost. A várost gyakorlatilag. Azon közben időnként megállt, és azt kérdezte, hogy van. És ezt nem tudtam orvosilag betenni a borzasztó pokrócságába, mert ő alapvetően egy pokróc, miközben egyáltalán nem az. Gondolom, hogy ő neki van egy technikája, amivel megpróbálja kideríteni, hogy az illető most éppen már bekapta a gázcsövet, vagy még csak majdnem. Hát ez meg hát ugye függőkkel dolgozik. És azt kérdeztem tőle, hogy sokkal később, hogy nem félsz, hogy valaki hazamegy, és kinyírja magát ettől? Azt mondta, nem tudok mit kezdeni. Azt mondja, egyébként nem. Na most én biztos, hogy erre képtelen lennék, de én bennem valami olyat mozdított meg, hogy elkezdtem magam becsülni a semmiben, mert a sehol nem voltam, elkezdtem abban becsülni magam, hogy ezt azért velem senki nem csinálhatja meg. Tehát egyszer csak lett egy velem. És az a velem, az nagyon azonos volt azzal a velemmel, aki valaha példakép volt. Értem. Tehát volt hova nyúlnom. Felsejlett a régi tehát kép. Tehát felsejlett valami, amikor még harmóniában voltam magammal. És olyan világ nyílt meg, Marian. Értem. Most arra, hogy van energiám, hogy szeretek élni, hogy az életembe hogy éhséget érzek, és jó lakottságot, hogy képes vagyok megmondani, hogy mit szeretnék enni, kell figyelni. Mert kell figyelni. De az nem baj. Nem. Az nem baj. Az egyébként egy emberi tulajdonság szerintem, tudod, csak neked nem volt ez kifejlődve rendesen. Igen. Akkor nagyon sajnált volna mindenki, hogy inzulinoznom kell magam, vagy diétát kell tartanom. Aki evezzavaros volt, annak oda kell figyelni a kajálására. Mert vannak pontok, ahol el lehet csúszni. És ha tudod, hogy ez elsősorban nem egy fizikai éhség. Tehát te azért nem tudod ezt, azt hiszem azért nem érted, gondolom én, mert ez valami olyan, hogy a lelked éhes, és soha nem laksz jól. Én az ellenkezőjét ismerem, igen. És értem, hogy a könyvbe azt szeretném, ha átmenne, és azért szeretném, ha minél többen, akik érintettek, vagy hozzátartozóként, vagy értetlenként, vagy betegként, hogy nem vagy rossz. Belekerültél egy nagyon rossz helyzetbe, de van kiút, és nem az akaratoddal, az emberségeddel, az eszeddel, a hozzáállásoddal van baj, hanem valamiért elcsúsztál. Igen, ez egy csapda helyzet, ami be tud rántani. Így van. És miután elkezdtem a csoportba járni, amiről hát ugye azt gondoltam, hogy hát én ugye az ember hallott az alkoholisták könyvéről, még olvastam is, még érdekelt is a 12 pont, és azt mondta Csernus Imre, hogy hát akkor majd lemegy oda, ha akar. Tehát minden szabadon volt. Jöhetek még? Kérdeztem. Aztán jön, ha akar. Tehát mondjuk a kedvességtől nagyon messze voltunk, és akartam menni, mert azt éreztem, hogy valami jó történik velem. Tehát valami fele. És ha ez a könyv egy olyan mondat van, amiért valaki bele tud kapaszkodni, és azt mondja, hogy na hát, ha valaki ez a Gyarmati Andrea, akiről és ennek is ez volt, és mégis kijött belőle, akkor én is ki tudok. Ha ez egy kapaszkodó, akkor már megérte megírni. De egyébként is megérte, mert nekem magamnak nagyon sokat segített. És azóta is van néhány olyan dolog, amit apró módosításokkal bevettem a saját történetembe, és nagyon jól működik. És nem érdekel, hogyha valakinek nem tetszik, hogy én akarok-e akkor enni, amikor... Tehát megszűnt a megfelelési kényszerem, hogy jaj, hát jó kislánynak kell lenni, és akkor enni kell, amikor mindenki eszik. Nem, ha nem kérek, nem kérek.
De persze, és alapvetően, ami a legmegdöbbentőbb, ugye ez egy nagyon magányos történet. Függőnek lenni magányos történet. Nagyon. Hát igen, mert az a baj, hogy a függőséget nem hagy helyet másnak. Ezt hát pontosan. Igen, elveszi a helyet sok minden mástól. Hogy senkit nem érdekel, hogyha leülsz egy asztalnál szemben a másikkal, hogy te mit eszel, mennyit eszel, és hogyan eszel. Tehát nem figyelik az emberek, hogy én mit csinálok az asztalnál. Nekem az, hogy egy asztalnál emberek közt egyek, az olyan fenyegetettség volt, borzalmas volt, ehhez képest hozzámentem a Gundel étterem igazgatójához. Ha ez nem tükör az élettől, aki maga nagyon szeretett enni, és mondjuk 7 napból 7-szer kellett. Terülj asztalkán. Azt te tudsz, azért ezt itt megjegyzem. Nem. A főzés, tehát a főzési mániám az máshonnan eredeztethető, imádok főzni. Ez is egyébként állítólag a betegség egyik jele, hogy másokat ellátni. Ó, mi nagyon szeretjük ezt. Igen, tudom. Sokan szeretik. Van egy nagyon kedves barátom, okay, amikor összeismerkedtünk, azt mondta, hogy valamikor fölugrok hozzád, és csinálnál nekem egy zacskós leves? Na most azt nálam biztos nem kapsz. De bármi jót, igen. Okay. És ez onnan datálódik, hogy az anyu nagyon nem jól főzött, és kitaláltam 8 éves koromban egy gyermekek szakácskönyvet című széből kiolvastam, hogy a strapacskát, ami nem egy egyszerű dolog. Hogy kell csinálni, és mire anyuék hazajöttek, akkor még együtt éltek. Csináltam apukámnak strapacskát, meg hát mind a kettőjüknek, de apunak ez volt a kedvenc, és akkor a papám azt mondta, akit istenítettem, és ma is istenítek, bár már régen elment sajnos, hogy nem gondolod, Éva, hogy Andukának át kéne vennie a konyha vezetését? Na most hát ez azért elég rendes dicséret volt. És látod, hogy meg is maradtál ebbe? Meg. Én szeretem. Tehát valószínűleg bármikor. Akkor, amit te hallottál, az neked így beívódott. Tehát innentől te tudtad, hogy te jól főzöl, és ez van is. Igen. És hogyha azt mondták, hogy te sokat teszel, akkor az is van, ha kövér vagy, akkor az is van, ha vesztes vagy, akkor az is hát, van. Hát ostoba libának is lehet az ilyet nevezni, hogy mindent elhisz. De hát olyan szinten... Nem tudom, hogy mi ez, de nagyon érdekes nekem, igen, főleg ismerve téged. Tehát, hogy... Én látszom, tudod, mindig azt mondják, hogy mert én nagyon kevés. Na, azt kevésbé hiszed el, amikor azt mondom, hogy szép vagy. És össze voltam szép, ezzel jössz. De valószínűleg akkor valaki hamarabb azt mondta, hogy nem vagy szép. Vagy nem tudom, hogy mi üthetné ki nálad azokat a berögződéseket, amiket egyébként valaki mondott. Biztos nagyon fontos volt, aki mondta, hogy biztos valamiért nagyon olyan akartam lenni, amilyen... Nem tudom. Azért figyelj, azért ez egy mindent egybevetve. Azért nem kevés évre nézek már vissza. Tehát nem volt unalmas. Ezt akartam mondani, hogy azért jól le lehet ebbe szórakozni. Nem volt unalmas. Rettenetesen sok jó lapot kaptam az élettől. Nagyon sok örömet. És vannak olyan felfénylő pillanatai az életnek, amikre úgy jó visszanézni. És ezek közé tartozik ma már az olimpiai dobogó is. Mindenképpen az az érzés, amikor a Mátét először megláttam, mert a vártnál sokkal jobb volt, már amikor megszületett, akkor is. És az, hogy jönnek vissza betegek, hogy jönnek ma, például visszajött egy régi betegem, aki nekem született, és azt mondta, hogy kisbabát várunk, jönnék hozzám vissza, doktornéni. Ez valami olyan szép íze az életnek, és megállítanak, és megszólítanak, és ugyan nagyon féltem attól, hogy hát lesz egy ilyen mínuszjel mellettem, de aki elolvasta a könyvet, az mind azt mondja, hogy hú. Nem gondolnám, igen. És... Ezt gondolnám legkevésbé. Én szeretném, hogyha ez, ugye megint egy múlt heti történet, felhívott az egyik fiú, aki csoporttársam volt, és néha úgy gondolom, hogy vissza kéne
menni néha a helyre, csak úgy megnézni, hogy mi a helyzet, mert ott mindig történik valami, hogy megérkezett egy lány, és evészavaros, mondja a srác, meséli a srác nekem, és azt mondja, hogy olvasott egy könyvet, és azt szeretné tudni, hogy ez a hely az a helye. Mert hogy úgy hívják a helyet, hogy a hely. A hely. Igen. És azt mondja, a Viktor Andrea könyvét olvastad? Azt mondja, igen, és alá vannak húzva a mondatai. Na most ezért írtam a könyvet. És a kislány jobban van, és valamikor a közeljövőbe le fogok menni, mert akarok vele személyesen találkozni. És akkor azt csináltam, ami a dolgom. Segítettem valakinek. Hát akkor én is elmondom neked búcsúzóul, hogy nemrég egy ismerős elmondta nekem, hogy úgy érzi, hogy valami nem stimmel. Volt egy nagy fogyása, és hogy most úgy érzi, hogy még akar, és elmondta a célt, amire azt mondtam neki, akkor adnék egy könyvet most. És azt mondta, hogy oké, rendben, elolvassa, mert érzi, hogy valami nem stimmel. Mondtam, hogy olvasd el az Andrea könyvét, és akkor hát, ha ezt most még elkapod. Úgyhogy majd referálok neked. Jól van. Köszönöm. Tudod, az van, ugye minden könyv elejére keresek okos emberek okos mondatait, ez nem egy okos ember, illetve nyilván okos ember egy zen mondás. Hogyha elfogyott az íjad, és elfogyott a nyilad, akkor egész szíveddel lőj. Ennyi. Én köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy jöhettem. Gyarmati Andrea, úszodoktornéni. Tökélek. Úszoda, így a végére megvan. Úszó doktornénink volt a vendégem ma este itt a Slágerarcokban. Önök pedig maradjanak, mert hogy a legnagyobb slágerek jönnek változatosan a továbbiakban is kollégám Habocki Máté vezénylésében. Én Fehér Marian vagyok, megköszönöm a figyelmüket, és jövök legközelebb is. Maradjanak addig is itt a 103.9 Sláger FM-en, a viszonthallásra. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Slágerarcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.